Jacuzzi pihenés, kikapcsolódás egy szállodában, vagy finom ételek egy étteremben. A testi-lelki feltöltődést nem muszáj készpénzzel fizetni, amennyiben a munkáltató biztosít szép kártyát. Az elmúlt egy évben többet töltöttek rá a cégek. A tavalyi évhez viszonyítva közel 20%-kal nőtt a szép kártyára feltöltött összegeknek az értéke, amely 11 milliárd forintot lehet meghatározni az első két hónapban, és ez már a költések alapján is 26%-kal több, mint a 2015-ös adat, úgyhogy mi is azt várjuk, hogy a vidéken realizálódik a szépkártyának, a szépkártya költésnek a nagy része, ugyanis hát ezt tudjuk, hogy a Budapest, mint főváros egy olyan 10%-ot vesz le, a másik 90%, tehát a maradék 90%-ot pedig a vidéki éttermek, szállodák tudhatják magukéknak. Ebben a nyíregyházi hotelben egyre több vendég használ szép kártyát. A költések 2014-ről 2015-re 67%-kal nőttek meg itt. Bár sokan használják, a tapasztalat azt mutatja, többen nincsenek tisztában a kártya nyújtotta plusz lehetőségekkel. Kevesen tudják, illetve nem használják azt a funkcióját, ami van több funkciója, amit nem használnak a vendégek, például azt a funkciót, hogy tudnak ezzel, mint egy bankkártyával akár előre is fizetni, tehát előre is le tudjuk húzni ezeket a szépkártyákat. Igaz, hogy a három bank által kibocsátott szépkártyáknak különböző szabályozásai vannak, és ezzel sincs tisztában minden vendég, hogy a saját bankja által kibocsátott szépkártya milyen egyéb funkciókat vagy milyen egyéb lehetőségeket takar. A kártya bevezetésének célja az volt, hogy élénkítse a belföldi turizmust, az emberek többet üdüljenek, aktívan töltsék el szabad idejüket. Mostanra már 26.500 munkáltató, közel 1.300.000 dolgozója használ szép kártyát.